A vízumkényszer visszaállítását kockáztatják a nyugat-balkáni országok, ha tavaszra nem mutatnak fel egyértelmű eredményeket az Európai Unióban menedéket kérők számának csökkentésében. Jelentette ki Cecilia Malmström, az EU belügyi biztosa, az Európai Unió és a térség országainak miniszteri fórumán Budván. I personally am very committed to make sure that the visa waiver can continue, but we have seen a quadrupled increase in the demands of asylum seekers coming from this region to the European Union, and this is very serious. We now have adopted a suspension clause that will be effect from next year, and that could lead to a suspension of the visa waiver to one or several countries of this region unless we see a clear break in the trend of the increasing asylum seeking. A budvai tanácskozáson Szerbiát Ivica Dačić kormányfő belügyminiszter és Nikola Selaković igazságügyi miniszter képviselte. Dačić megígérte, hogy Szerbia mindent megtesz azért, hogy csökkenjen az unióba kivándorlók száma. Paradoxalno je da je Srbija uložila maksimum napora da dobije i u formalnom smislu to otpočinjanje pregovora o članstvu, rešavajući najteža moguća pitanja unutrašnjih političkih reformi, pitanja dijaloga sa Prištinom, a da sa druge strane nam preti opasnost od suspenzije vizne liberalizacije zbog neodgovornih velikog broja, znači, ljudi iz Srbije koji traže azil u zemljama zapadne Evrope. A montenegrói tanácskozáson Dačić hozzátette, hogy a menedékjogot kérők számának visszaszorításához arra is szükség van, hogy az uniós országok csökkentsék a kérelmek elbírálásának határidejét.